Tudod, azon gondolkszok, mi remed az a temertek sok pénz? Hát a pénz a pénzhő megy. De most én komolyan nem mondom meg senkinek, csak így egymás között itt a kötelbe. Te mennyit keresel? 35 tisztát, többit meg szódálva. Jó neked, én már nem bírom tisztán. Nem? Nem bírom. Hát pedig tudom, hogy az a becsületes. Na a becsület, hogy... az a fontos a becsület, mert annak a fótját tudod, azt nem veszi ki semmi. De, én ismerek egy embert, azt kiveszi. Jó pénzért mi? Rossz pénzért is, csak akkor többet kér. Én meg ismerek egy asszonyt. És? Jó pénzért az is kiveszi. És? Türelemzónát terem, tudod, hogy van ekkor. Azóta szeretem a Forma 1-et Magyar Oldon. Az enyém? Nem. A Magyar Oldon, ahol a Forma 1 van. Tehát csak nem volt rá pénzed, komám? Egyszer egy évben. Hát én is már csak egyszer egy évben. Olyan ez, mint az egyszered, mint a matematika. Az igaz, mert tudod, egy ilyen másodfokú egyenletet még csak-csak fölállít az ember. Na, én már azért azt sem már, én megbuktam matematikában, mert pikket rámutam. Azt miért, Koma? Már én mindig jó jegyet kaptam. Azért, Koma? Azért, mert az én apám volt a mozigépész, hát persze, hogy jó jegyet kaptam. Ő meg ott ült az első sor. Így nézte az. De ahogy szegény öreg Pöcsi bácsi mondta, mindegy, Komám, hová szól a jegyed, csak a vászon előtt legyen a széke. Ezt mondta. Így a Pöcsi bácsi. Ja, dolgozzunk? Inkább gondolkozzunk. Akkor jó.